A pénz nem boldogít, kérdőjellel a végén, ez a témája, ez a címe annak az előadásnak, ami a Szapiencia Szabad Egyetem következő előadása lesz. Komáromi Csillával, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kommunikációs munkatársával és Tóth Józseffel, az egyik előadóval fogok beszélgetni. Üdvözlöm Önöket! Szerintem. Csilla, mik a tapasztalataitok, milyen az érdeklődés eddig a Szapiencia Szabad Egyetem előadás sorozata iránt? Sok-e a résztvevő, sokan kérdeznek-e, érkeznek-e hozzátok levelek, e-mailek, mit tapasztaltok? Így van, a múlt héten csütörtökön volt a legutóbbi alkalom, és a pápai enciklikákból ismerhettük meg az egyháztársadalmi tanítását Kékemerencia tanárnőtől, illetve Baranyi Árpád és Bakacsi Gyula is gazdasági szemléletet behozta az értékrend központú megközelítése, és ismét nagy érdeklődés volt. Ráadásul a tévénézők nem tudták követni már a kérdésfelelek részt az előadások után, viszont most nagyon sok kérdés volt, tehát gyakorlatilag az épület zárásáig együtt voltunk, majdnem egy órát még kérdeztek, és az előadók nagyon lelkesen válaszoltak a kérdésekre. És akik pedig nem tudtak eljönni, nekik az volt az előny, hogy ugye a közvetítés az egy felvételen is megtalálható, mert néhány ember szándéka ellenére is a munkahelyi kötöttsége miatt nem tudott személyesen eljönni. Hát én azt hiszem, hogy ugyanekkora érdeklődést fog kiváltani a következő előadás témája is, amelyben József is az egyik előadó lesz. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A pénz nem boldogít, kérdőjellel a végén. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. De mit is fog boncolgatni ez az előadás? Mi lesz a fő téma? Én arra próbálok fókuszálni, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy a pénz nem boldogít, de valójában mindannyian vágyunk arra, hogy pénzünk legyen, és hogy mi ennek a mögje, miért gondolkodunk így, miért van az, hogy úgy alakult az emberek gondolkodása, főleg a modern társadalomban és a posztmodern társadalomban, hogy egyre több pénzre vágyunk, és aztán vágyunk erre a pénzre, küzdünk a pénzért, megszerezzük, és aztán tudunk vagy nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát erről fogunk beszélgetni, illetve ennek a gazdasági hátteréről, hogy alakult ez ki. Ezért azt mondhatjuk, hogy a régi idők embere a pénzre teljesen máshogy tekintett, mint mondjuk a ma embere. Nekünk ez inkább most egy eszköz, amivel mindenhez hozzá tudunk jutni. Régen mondjuk kétkezi munkával is hozzá tudtunk jutni az ételhez, vagy a nem tudom, élelmiszerekhez, a bármihez. Igen, változott sokat a világ, de a pénz az mindig eszköz volt. Tehát a pénz az egy nagyon jó és nagyon érdekes és értékes találmánya az embernek. Gondoljon bele, hogy valamit kitalált az emberiség, amit úgy el tudunk vonatkoztatni. Tehát, hogyha én szeretnék egy bögrét, akkor nem kell, hogy agyagom legyen, tüzem legyen, stb. A régi korok emberének kellett, hogy agyagot bányásszon, tüzet gyújtson, megformázza, stb. Tehát kellettek tárgyak, a tárgyakból tárgyakat készítettünk. És akkor rájött az ember az, hogy de én nem tudok bögrét, szép bögrét készíteni, ezért te tudsz. És akkor cseréljük ki, ugye akkor volt a tárgyat cseréltünk. De nagyon korlátos volt, nehézkes volt, és akkor kitalált valamit az emberiség, és ez a pénz. És ezt már nagyon régen kitaláltuk, és ez önmagában nem egy rossz dolog. Tehát a pénz az egy értéksemleges dolog. Az önmagában nem jó, nem rossz, hanem csak az fogja meghatározni azt, hogy jó-e vagy rossz-e, hogy mire használjuk. Tehát ma a használata az, ami a tartalmat ad a pénznek. És szerintem ez nagyon fontos azért, hogy tekintünk rá a pénzre. Miért mondják azt, hogy azért a ma embere a pénzistenét báványozza, és mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel az előadás? Ó, nagyon sokat fogunk vele foglalkozni. Hát, hogy miért is? Ha nincs pénze, akkor tud vizet venni magának? Hát a vízért is fizetni kell. Tud fűteni? Tud csirkét venni? Termesztően csirkét? Ezek alapvetések. Nem termesztjük a csirkét, tenyésztően csirkét? Nem, még nem, de bármi lehet. És hogyha szeretne egy csirke húsos salátát enni, akkor mire van szüksége először is? Pénzre. Ezek alapvetések, József, igen, ebben igaza van, de azért mondjuk vannak a gazdasági szereplők, meg van a gazdaságnak egy működési folyamata, vagy működtetése. Mire van hozzá szükség? Igen, pénzre.
De lehet talán úgy alakítani ezeket a gazdasági folyamatokat, hogy azért ne értékelődjön fel ennyire a pénznek a kérdése, nem? Nem, sajnos. Erre nincs más mód. Ezen sokat gondolkodtam. Valójában nincs mód. Tehát a jelen gazdasági szerkezetünk, ugye, amit kapitalizmusnak hívunk, ahhoz szükséges a pénz. Ha nincs pénz, akkor nincs termelés. És van egy másik nagyon nagy hát, hogy is mondjam, kihívása az emberiségnek, és itt az, hogy az történik, hogy az értékeket összekeverjük a pénznek a mennyiségével. Ugye a kapitalizmusnak a legfejlettebb fokán már semmi más nem számít, hogy ki mennyit tud vásárolni, ezt hívjuk ugye fogyasztói társadalomnak. Ha sokat tudok venni, akkor értékes ember vagyok, de hogyha sokat, ahhoz, hogy sokat tudjak vásárolni, sok pénzre van szükségem. Tehát miért kezdek el dolgozni, miért hajtok pestiesen szóval a pénzért? Mert azt hiszem, hogy ha sok pénzem lesz, akkor majd sok mindent meg fogok tudni vásárolni magamnak. És ugye ez a nagy csapda a dologban, hogy az érzéseink eltárgyasultak, tehát azt gondoljuk, ha sok mindent meg tudunk venni, akkor boldogabbak leszünk, pedig nem. Tehát ez, itt a válasz is igazából, hogy a pénz azért nem boldogít, mert nem attól leszünk boldogabbak, hogy több ruhánk van, több autónk van, stb., hanem egyfajta, az egy érzelmi, az egy másfajta megközelítés, és ez egy kicsit önbecsapás, önelfedése a dolgoknak. Igen, és hát jövőben most nagyon mélyen és hosszan bele lehetne menni, nyilván persze. Most ebben a pici időben nem tudunk, bár én nagyon szeretnék, de még azért néhány gondolat. Tehát, hogy igen, van egy adott gazdasági rendszer, van a kapitalizmus, amiben élünk, és van a pénznek az intézménye, amit nem lehet kikerülni ezeket a kérdéseket, amiről igen. Beszéltünk az előbb, de lehet ezekre adni egy választ, és van egyfajta válasz a fogyasztók részéről ezekre a kérdésekre. Mi van, hogyha azt mondja mondjuk a nagyvárosi, már teljesen, nem tudom én, magányossá vált ember, hogy jó, akkor ebből ő hátrébb vonul, kivonul, és elmegy vidékre egy tanyára, ahol magának megtermeszti az ételeket, előállít minden élelmiszert, nem fókuszál arra, hogy mit visel, mivel keni be az arcát, mivel sminkeli, mondjuk a hölgy, mivel sminkeli magát, hanem ezektől távolságot tart. Ez az ő egyéni döntése. Egyébként itt jut eszembe az előző gondolatmenethez is, az a tétel, vagy amit nagyon sokat hangozhatunk szerintem ezeken az előadásokon is, illetve a ketek képzésnek is ez egy központi kérdésköre, vagy üzenete is, hogy mi az eszköz és mi a cél. Uh-huh. Tehát, hogy az embert teszem eszközzé, a munkatársaimat, családomat, kapcsolataimat, vagy a pénzt teszem eszközzé. És hogy utána valahogy másként fog megvalósulni az a boldogság, mert biztos, hogy nagyon sokféle boldogság van, és ember eszközű boldogságot is tudunk valahol elérni, csak ott már egy következő szempont, hogy meddig tart, mennyire kielégítő számomra, és milyen mélységet tudok ezzel elérni. Tehát így ez mindig vissza tudunk ezt érni, hogy eszköz és cél, és mit tekintek így. Így van, pontosan. Tehát, hogyha én tudatosítani tudom magamban azt, hogy mik a céljaim, és megvannak az én egyéni céljaim, és ezek az egyéni célok, ezekhez tudom azt, hogy mennyi pénzre van szükségem, akkor a pénz eszközé válik a céljaim eléréséhez. Ugye itt nagyon fontos a cél meghatározás, és igazából itt adunk tartalmat a pénznek. Tehát a pénz önmagában egy értéksemleges dolog, nincs tartalma a pénznek. A pénz addig működik, ameddig van gazdaság. Ha nincs gazdaság, ha nincsenek anyagi céljaim, ami ugye az kell, hogy egyik anyagi tárgyat kicseréljem egy másik tárgyra, ehhez kell a pénz. Ha ez nincs, akkor nincs pénz, az állatvilágban sincs pénz, mert nincs rá szükség. Tehát, hogyha a célom az jó, akkor valószínűleg jóra fogom használni a pénzt, és onnantól kezdve a pénz tartalma jó lesz. Nagyon izgalmas. Egy egyszerű példa jutott eszembe, hogy egy háború után, még a világháború után, tehát hogy a pénz úgy elértéktelen, tehát hogy volt, aki nem tudott semmit sem megvenni belőle. Nagyon egyszerű példa a családomból, nagypapám méhész volt, és ő mézzel tudott valamiért fizetni, igen. És akkor a pénz semmit se ért. És akkor abban a pillanatban látjuk, hogy pont az előbb kérdeztél, hogyha a vidékre megyek, akkor lehet, hogy a terményeimmel, egy csirkével, vagy bármivel. Akkor visszaáll az eredeti, hogy visszalép egyet a civilizáció, de akár a mostani háborút is nézzük, hát sajnos ez a mostani valóságunk is, hogy akinek mennyi pénzt adtak az emberek.
Ugye nem tudtak, nem tudunk és nem tudtak mindenkinek békét vásárolni, ezt nem tudtuk megvásárolni, de látjuk azt, hogy csak közadakozásból több mint 800 millió forint összegyűlt. Tehát azt a kicsit, azt a két fillért mindenki odaadta, mindenki fölhívta azt a számot, ami nem, önmagában nem sok, de ennek a pénznek most van egy jó funkciója, hiszen olyan embereken segít, akiknek segítségre van szüksége. És ez fantasztikus, tehát lám a pénz jó, tud jó is lenni, és lehet, ugyan boldogságot nekik nem hoz, de segíteni tud. József, milyen területről érkezett előadóként, és hogyan került végülis a Szapiencia Szabad Egyetem kötelékébe? Hát én vállalkozó vagyok, tehát a pénzzel kell, hogy foglalkozzam, és sokszor én is vakarom a fejem, hogy ugye a pénz rendelkezésre áll a megfelelő pénz a cégem céljainak az eléréséhez. Tehát innen kerültem a Szapienciára, és mindig is foglalkoztatott az, hogy keresztény emberként hogyan kell viszonyuljunk a gazdasághoz, keresztény emberként hogyan viszonyuljak a pénzhez, és van-e az egyháznak, a katolikus egyháznak útmutatása. És lám, hogy az előbb is elhangzott, az egyházi enciklikák, az egyházatyák tanításai utat mutatnak, és mindig követik a kort, hiszen az első enciklika az a Marx tőkére adott választ, a mostani enciklikák pedig már a fenntartható fejlődésre adnak valamiféle utat, és ezeket kell, hogy megkeressük, és vállalkozóként mi, és nem azt mondom, hogy azért mondom, hogy mi, mert hogy több keresztény vállalkozó összefogott, és alakítottunk klubot, hogy nézzük meg azt, hogy keresztényként hogyan tudjuk, keresztény vállalkozóként hogyan tudunk a mai kapitalista világban működni, tudunk-e, egységbe tudjuk-e tartani a vállalkozásnak a kihívásait és a hitünket, vagy ezt ketté kell választani, ugyanúgy, hogy ön mondja, vagy a kérdés is föltette, hogy a pénz boldogít-e, vagy nem boldogít, tudok-e boldog lenni a szó magasztosabb értelmében vállalkozóként, vagy pedig kemény tőkésnek kell lenni, és adott esetben a döntéseimet azt szerint kell, hogy meghozzam. Nagyon érdekesnek ígérkezik ez az előadás. Mindjárt el kell, hogy engedjem önöket. Viszont előtte még egy kérdés, hogy József tapasztalata szerint a magyar embereknek a viszonya a pénzhez az hogyan alakul? Nyilván ezt most nem lehet két percben kifejteni, csak általánosságban kérdezem. Úgyhogy mit tapasztalat? Kicsit fetisizáljuk. Fetisizáljuk. Igen. Tehát túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a pénznek, és ez talán azért van, mert mindig kevés volt belőle. Tehát ennek van egy történelmi, szociológiai oka, de azt is látni, hogy amikor tényleg szükség van, akkor valahogy elfelejtik az emberek a pénzt, és könnyen adnak. Tehát ez az egyik oldal. Ezt most láthatjuk a háború kapcsán. Igen, ezt nem akarok erre visszatérni, de ez egyszer látható. De másik oldalon meg azért a magyar lélek, és nem akarom, hát magunkat kritizálhatom, de azért eléggé könyöklős típusok vagyunk szerintem, tehát nagyon is önkritikusan megfogalmazva, lehet, hogy azért, mert városi ember vagyok, tehát Budapest az egy másik közeg, azért én nem tartom szimpatikusnak a hozzáállásunkat a pénzhez, tehát nagyon-nagyon hajtjuk a pénzt el, idegenedünk egymástól szerintem, és hogyha nézzük akár 40-50-60 évvel ezelőtt, amikor sokkal kevesebb pénze volt az embereknek, mert újra kellett építeni az országot, akkor sokkal nyitottabbak voltak. Tehát a pénznek van egy ilyen bezáró funkciója is, hogy bezár minket, elidegenít a másik embertől, és tényleg csak a tárgyak felé fókuszálja a gondolatainkat, hogy mit tudunk megszerezni, és kevésbé a másik ember felé. Igen, van egy ilyen funkciója is. De erről majd az előadáson beszélgetünk. Így van, ami mikor is lesz pontosan? Április 7-én, 19 órakor, és utána is lehet majd kérdezni, valószínűleg számítok rá, hogy nagyon sok kérdés. Készüljön, József, hogy ennél sokkal több kérdés lesz, mint amit én most itt felvetettem. Hát én nagyon szívesen, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Komáromi Csilla és Tóth József volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltam. Én köszönöm, hogy itt lettem.